Akkor folytatnánk is a mai estét egy élménybeszámolóval. Én Tamás Bori vagyok, és volt szerencsém a családommal Indonéziában eltölteni 4 évet gyermekkoromban, és utána visszalátogatni később. Úgyhogy csak meg szeretném mutatni, mert mondok majd pár információt, hogy ugye Indonézia itt van, nagyon-nagyon sok szigetből áll, és ugye Dél-Kelet-Ázsiában, és a egyenlítő mindkét oldalán elterjed az ország, ez fontos tudni, úgyhogy azért van, hogy olyan környezet van, ami jó a kávénak, meg nagyon sok minden másnak. Ja. Szóval a világ 4. legnagyobb népsűrűségű országa, 279 millió ember él ott körülbelül, és ebből 8,5 millió Jakartában, a fővárosban. 86%-a az embereknek nomadán vallású, és 17.508 szigetből áll. Ugye vannak a főbb, nagyobb szigetek, amiket majd így bemutatok egyesével, és van nagyon-nagyon-nagyon sok pici sziget, és ahogy az Ita is mondta, ennek köszönhető, hogy annyira csodálatos az élővilág, ami ott van. Iszonyat óriási a földterülete, de ugyanúgy óriási a vízterület is, ami a Indonéziához tartozik. És még egy nagyon érdekes dolog, hogy 400 vulkán van az országban, és ebből 100 aktív. És ez ugye azért van, mert egy ilyen vulkanikus vonalon helyezkedik el az egész ország, ami azért érdekes, mert hogyha az ember oda utazik, vagy ott él, akkor nagy valószínűséggel érezni fog ebből valamit, és ugyanígy földrengések is gyakoriak. Az egész ország 3 időzónában helyezkedik el, annyira-annyira nagy, és még csak pár dolog, amit így az ember hallhat róla, ugye a batik, az innen származik, ez ugye az egy ilyen nagyon híres technika, hogy gyantát rávisznek az anyagra, és akkor belemártják festékbe, és utána azon a festékes részen megint gyantát rávisznek, és így kialakulnak ezek a nagyon szép anyagok, amit biztos, hogy láttatok, vagy ruhadarabokon, táskákon, mindenfele. És a rupia a neve, a pénz nem lehet az országban. Akkor elkezdjük az utazásunkat Szumátrán. Ugye ez a legnyugatibb szigete, és egy nagyon óriási sziget, nagyon közel van Maláziához, Szingapurhoz, és csodálatos tájak találhatóak, ugye van hegység, nagyon sok esőerdő, illetve egyre kevesebb sajnos a említett problémák miatt. Ja. És akkor el is indulunk a szigeten. Ugye ez van, hogyha az ember ugye egyre távolabb kerül mondjuk városoktól, akkor ilyen nagyon dzsungeles környezetbe lehetett menni. Ez 98 és 2001 között éltünk ott. Úgyhogy akkor még tényleg nagyon jó volt ezt a diagramot látni, amit az Ita mutatott, mert akkor még 2000 körül még azért viszonylag sok esőerdő volt található, de hát azóta sajnos ugye csökkent, mert az embereknek kell egy megélhetési forma. És azért mentünk amúgy ezen az úton, mert volt szerencsénk elmenni egy nemzeti parkba, ahol orangutánok éltek, nagyon sok tigris is él, úgyhogy az egyik élményem onnan az, hogy mentünk a kocsiba, és én azt figyeltem, hogy mikor fogunk tigris látni, és nagyon féltem. Hát sajnos szerencsére nem láttunk tigrist, viszont egy orangután sikeresen láttunk, és akkor elmentünk egy ilyen nemzeti parkba, ahol ugye nagyon sok tigris volt a nemzeti parkban, de hát ezt sajnos nem láttuk, ugye, mert ők nagyon jól elbújnak, hogy ne zavarják őket, plusz orangutánok is, és volt ilyen menhely része is a nemzeti parknak, ahol hát azokat az orangutánok voltak ott, akiket sajnos vagy megölték a szüleiket, vagy elkobozták őket orvadászoktól, stb. És ez is Szumátra. Ugye láttátok, hogy mekkora a partvonala, és majdnem mindenképpen lehet látni, hogy valahol van egy vulkán. Úgyhogy ezért tettem be ezeket a képeket.
és ezek a fajta hajók, amikre fel lehet szállni, vagy átmenni más szigetekre, vagy a szigeten így mennek egyik városból a másikba. Következő állomásunk az Borneo, vagy Kalimantán, ugye ezen a szigeten ma már voltunk, de most egy kicsit megnézzük más oldalról is. Ez egy tipikus kép, amit hogyha az ember Ázsiába utazik, akkor általában az van, hogy ugye a nagyvárosban van egy óriás reptér, ahol nagyon-nagyon sok ember áthalad naponta, viszont ahogy távolodik az ember ezektől a nagyvárosoktól, kisebb városoknál ez a reptér. Úgyhogy látszik rajta, hogy épp hogy annyi helyet ott kiváltak, ahol a repülő leszállhat, de körben azért az erdők megvoltak akkor, és az is nagyon szép szerintem, hogy mindenhol fellelhető a hely jellegzetes építészete. Úgyhogy ez Borneón a dajak törzsek élnek, és nekik ez a építészeti stílusuk, hogy így mindig a épületek sarkán ott van egy ilyen felívelő dísz. És akkor ugye ez egy város Borneo szigetén, itt is ugye látjuk ezt a klasszikus motívumot, akkor még sok ilyen kocsit lehetett föllelni, és ez egy tipikus utcakép, ugye nagyon sokan az a legegyszerűbb és legolcsóbb módja a közlekedésnek, hogy motorbicikliük van. Ez a felnőttektől egészen a gyerekekig, mert ugye, hogyha nekik távolabbra kell iskolába menniük, ami nagyon sokszor előfordul, azért főleg Dél-Kelet-Ázsiában, főleg abban az időben még nem annyira volt központi közlekedési rendszer, úgyhogy az embereknek úgy kell megoldaniuk, ahogy tudják, és ez nagyon sokszor motorbicikli, úgyhogy mindennapos látvány, hogy 10-12 éves gyerekek motorbicikliznek, és akkor viszik a haverokat is az iskolába. Megint egy kis utcakép, és ez is csak szerintem, ez egy elég jól mutatja, hogy mennyire más ott a környezet. Ugye amikor mindig hazaérkeztem, akkor rögtön az első dolog, amit észrevettem, a fű, hogy itthon milyen a fű, és ott Indonéziában mindig ilyen vastagabb szálú volt, és szerintem ez elég különleges, meg ugye mindenhol a pálmák, akik nagyon jól el vannak. Az indonéz zászló, ami piros és fehér. És akkor még egy kis tájkép. Mindenhol, ez is szerintem egy nagyon tipikus indonéz, meg dél-kelet-ázsiai dolog, hogy ezt a vörös követ előszeretettel használják ugye járdák javítására, és ezzel pedig jelölik a út szélét. Ez fekete-fehér. Itt is ugye azt mutatja, hogy hát nyilván most már így nem tudom hány év távlatában biztos, hogy nagyon megváltoztak a építkezési szokások, de azért nagyon sok helyen ugye egyrészt megpróbálnak olcsón, meg olyan anyagokból építkezni, ami nagyon jól tűri a viszonyokat ott, mert ugye ez egy trópusi ország, az egyenlítő két oldalát, tehát általában 30 és 35 fok között van a hőmérséklet, kivéve, hogyha ugye lejjebb haladunk, vagy feljebb a hegyekbe, akkor úgy változik a hőmérséklet, de nagyon sok eső esik, és nagyon-nagyon párás, 80-90%-os folyamatosan a páratartalom, úgyhogy a természetes anyagokból építkezés az abban segít, hogy könnyebb kibírni ezt a hőmérsékletet, és ugye hát az embereknek, nyilván akik ilyen városokban, falvakban laknak, nincsen feltétlenül pénzük légkondira, és ezt könnyebb valamilyen szinten kiszellőztetni ventilátorokkal, és mondjuk egy légkondiba behűti az ember, hát az nem sokáig marad meg az a hideg. És ez is egy tipikus dolog, mindenhol zöld minden, és ez szerintem annyira szép, mert hogyha engedve lenne, akkor tudja, hogy a dzsungel az mindenfele visszanőne, és ez is szokott történni, hogy bár azért nagyon sok szemetet látni sajnos az országban, de a növények azok túlkerekednek rajta, és az egészet bennövik, és akkor minden úgy néz ki, mintha teljesen jó ilyen dzsungeles, természetes lenne,
De hogyha az ember végig figyelhette a növények növekedését, azért sajnos megtalálható a szemét alatta. Itt volt szerencsénk elmenni, ugye a helyiek, főleg ezeken a szigeteken, meg egyre távolabb ugye a fővárostól, azért a megélhetésüknek a nagy részét az kézi munkával keresik meg, úgyhogy nagyon elterjedt ugye a szövés, és nagyon sok fele ugye kapni ezeket a szőnyegeket, kosarakat, és ugye ilyen természetes anyagokból, hát azért ma már ugye azért nehezebb megtermelni ezeket a növényeket, vagy drágább, ezért ugye átmentek a műanyag használatba, de ezek nagyon szépek, és ugye a nők csinálják ezeket a munkákat általában. És itt pedig még arra volt híres Borneón ez a rész, meg Indonéziában, ugye az egyik fő növény, amit termesztenek, az a gumifa. És ugye ebből lecsapolják a nedvet, és akkor ebből alakítják ki a gumit, és itt van, ez az a, végül is az az anyag, amit utána meg kaucsuk, igen, amit utána meg tudnak formázni, és például ezt a hajót, ezt abból készítették, úgyhogy ilyen gyönyörű tárgyakat tudnak készíteni ebből az anyagból. Ja, és bocsánat, meg azt akarom mutatni, hogy ugye ez a batik. Ezek nagyon tipikus ilyen indonéz motívumok. És ezek szeretettel hordják őket, ami szerintem nagyon, nagyon szép. Ez egy táncos csapat volt hölgyekből, és csak azért gondoltam, hogy berakom ezt a képet, mert ez is nagyon tipikus Dél-Kelet-Ázsiára, meg Indonéziára, hogy nagyon szép, színes, bármilyen nemzeti öltözet, amiük van, és attól sem tartózkodnak, hogy nagyon élénk színeket kevernek, de valahogy nagyon szépen harmóniában van, de szerintem ez attól is, hogy milyen a környezet, ugye meleg, párás, ugye mindig folyamatos az időjárás, úgyhogy igazából nincs min stresszelni, mert nem fog az ember hirtelen nagyon hidegbe találni magát, vagy nagyon-nagyon melegben, állandóan meleg van. És szerintem ilyenek miatt is alakulhattak ezek ki. Ugye, ha az ember Borneóra utazik, akkor az egyik fő ok, amelyet oda utazik, hogy a dzsungeleket meglátogassa, illetve az orángutánokat. És itt, ugye ebbe a városba, ahol előtte voltunk, innen mi is elmehettünk egy ilyen dzsungeles részre, majd arról mutatok képeket, de ugye az egyetlen módja, fő módja ott a közlekedésnek, mivel akkora zöld területek vannak, és annyira nincs kiépítve az útrendszer, és ez még ma is így van, mert az embernek jól ki kell találnia, hogy fog A pontból B pontba jutni, általában nagyon sok módszert kell ki megterveznie, de az egyik mód az például ilyen kis repülő, hidroplán, és az az érdekes, hogy ugye csak vízre tud leszállni, és ezzel utazhatunk, és azt mesélte a pilóta, hogy például az egyik módja annak, hogy mondjuk bajba jutott orángutánokat, akiket ő is szállított például állatorvoshoz, azt ilyen repülőkbe tudják a leggyorsabban eljuttatni, egyik pontban, másik pontban, és ugyanígy nyilván segélyanyagokat az embereknek is, mert ugye nagyon sok falu van, akik ezekben az erdőkben vagy erdők mellett élnek, vagy azért, mert az erdő körül dolgoznak, vagy az ültetvényen, ami az erdőben vagy mellett van, és ő erre is segítsége van ez a repülő. És akkor egy kicsit csak, hogy néz ki Borneo felülről. Hát ez valószínűleg ma már kicsit másképp néz ki. Ugye óriási folyók szelik át, ugye ez is segít abban, hogy azt a sok csapadékot elvezetni, plusz fenntartani ugye ezeket az erdőket, vagy az erdőből levezetni sok csapadékot. Ugye az emberek azért megpróbálnak a folyó mellett is kialakítani ezeket a városokat,
mert ez is egyik módja az, hogy eljussanak egyik helyről másikra a folyó segítségével, mert annyira sűrű tud lenni ez az erdő, hogy nagyon nehéz utakat átvágni rajta, és közlekedni azokon az utakon, mert ez is egy nagyon tipikus dolog, hogy van egy út, de van olyan nap, amikor nem lehet közlekedni rajta, mert sártenger lesz, és ugye nem mindenkinek van ilyen szuper jeepje, amivel tud ezeken a sártengereken átmenni, úgyhogy sokszor egyszerűbb a vízen közlekedni. És itt pedig megérkeztünk az egyik ilyen nemzeti parkra, és az szerintem nagyon szép volt itt is látni, hogy ugye természetes anyagokat használtak. Ugye megérkeztünk egy pontra a repülővel, és utána hajóval lementünk a folyón tovább, hogy utána megérkezzünk az egyik ilyen helyre. Nem találkoztunk Birute Gádikásszal, de ott volt valahol a környéken, azt tudjuk. És hát igen, most így, mivel elég régen volt, most ezen a ponton nem tudom, hogy láttunk-e orangután, de más májmokat láttunk, és utána elsétáltunk megint egy ilyen menhelyre, ahol ezeket a kis orangutánokat tartották, és vigyáztak rájuk, és nevelték őket. Igen, ez volt az a folyó, amin leutaztunk, csak szerettem volna egy pár képet mutatni arról, hogy milyen az élet a folyó mellett. Hát van, hogy az ember hajón lakik, vagy van, hogy ilyen cölöpházakban lakik. És ugye ezek a cölöpházak, ezek Indonéziában nagyon sokfele megtalálhatóak. Annyi eső esik, hogy főleg, hogyha víz mellett lakik az ember, hát soha nem tudja, hogy meddig fog nőni az a víz mennyiség, úgyhogy attól is fél, plusz a sok minden élőlénytől, akik előszeretettel laknak ezeken a helyeken, ugye, mert ahogy hallottuk, a biodiverzitás az nagyon nagy, úgyhogy pókok, kígyók, hangyák, kisállatok, minden van, amit az ember nem biztos, hogy szeretne alvás közben látni, főleg, hogyha itt él folyamatosan. Ezek a hajók, kicsit akarok arról mesélni, hogy ugye az egyik fő dolog, amiből Indonézia nyeri a pénzét, ugye azért a fakitermelés. És a fakitermelésnek is a legegyszerűbb módja annak, hogy ezt a fát mozgassuk, vagy mozgassák az országban, az a folyó. Úgyhogy sok ilyen folyót lehet látni, ahol mondjuk az emberek rajta laknak, és ők azzal foglalkoznak, hogy a folyóra kikerülő óriás farönköket segítsék neki az útját lemenni a folyón, a fővárosig, és akkor onnan jobban el tudják szállítani, mert egyszerűen képtelenség ugye a szárazföldön szállítani ezeket az óriás rönköket a viszontagságos helyzetek miatt, ugye meg egyáltalán nincs elakadás van folyamatosan, hogyha az ember tényleg teherautóval megy, vagy kocsival, azt nagyon ki kell számolnia. És akkor itt is egy ilyen van, meg egy ilyen kis kikötő. És itt vannak egy pár annapik, ott üdvözöltek minket, amikor megérkeztünk ebbe a Nemzeti Park részbe. Ugye a Makákó, azt hiszem. Mindenki nem tudom, mi a neve. De milyen kis majom. De is ők jöttek oda, nem? Ugye, mert ők azért fogadják ott a látogatókat, és mivel elég közel állnak hozzánk, előszedhetettel oda jönnek azért megnézni, hogy esetleg tudnak-e valamit megkaparintani az embertől. Ez... Milyen madár, aminek ilyen óriási szar... Tukán. Nem? Szarcsőrű madár, köszönöm szépen. Az is egy nagyon fontos madár a Indonéziának, és ezért tettem be róla a képet. Ugye ők a dzsungelben még megtalálhatóak vadon, de hát sajnos őket is elkapják, ugye házi állatnak tartani, vagy eladni más országokba. Úgyhogy annyit nem látni mostában. És ez is egy kicsit másfajta kikötője, ugyanúgy még mindig Borneón vagyunk,
ugye itt a főbb város a Borneónak, ami egy nagyon-nagyon fontos kikötő volt, egyrészt amikor a hollandok is ott jártak, meg ugye Indonézia is része volt a fűszerkereskedelemnek, és ezért ezek a kikötővárosok nagyon meg tudtak gazdagodni ebből a pénzből, amit ezek a fűszer, meg a fa hoztak nekik, és látszik, hogy azért kicsit mások a viszonyok, mint mondjuk ott a folyóparton ezelőtt. Most átjövünk Jávára. Ugye ez a fő sziget, ahova szoktak az emberek menni, vagy érkezni, meg ugye Bali a másik főbb sziget. És általában az ember megérkezik Jávára, megérkezik Jakartába, ez fogadja, és ezt tovább viszi az útján Jáván, mert már akkor is, amikor ott voltunk 98 és 2001 között, Jakartában minimum egy órát utaztunk csak az iskolába, és hogyha 5 percet késtünk, akkor ez lett másfél óra, és nem volt olyan messze az iskola, plusz kocsival mentünk, egyszerűen arra a mennyiségű autóra, amennyit az emberek használnak, meg olcsóbban megkapnak, nem erre vannak kitalálva az utak, és ahogy mondtam, a központi közlekedési rendszer az nem nagyon van kitalálva, ha ki is lenne találva, akkor se tud sem erre menni, mert nagyon sok kocsi van, és ehhez még hozzájön az óriási számú motoros, aki nagyon ügyesen úgy mennek, ahogy akarnak, és ugye ott az a szabály, hogyha nyilván a motorosnak gondja lesz, az a kocsi hibája. Úgyhogy a kocsi az úgy halad, ahogy tud. Mostanában, amikor voltunk egy pár éve, akkor tényleg volt, hogy 4 órát utaztunk a fővárosban. Pedig csak el akartunk menni egy múzeumba, és lassan feladtuk, hogy hát ez teljesen fölösleges. Az ember fél napját eltölti a kocsiba, és semmit nem tud csinálni, sem erre nem tud mozdulni. Úgyhogy ez nagyon megmarad az ember fejében, ha Indonéziába utazik sajnos, és régebben azért azt tudom, hogy bizonyos helyekre tényleg akkor is sokáig tartott eljutni, vidékre is, főleg Jáván, de azért távolabbi helyeken nem volt ilyen rossz, de most, amikor visszamentünk, hát látszott, hogy így ez a 15-20 év, hát sajnos sokkal rosszabb lett a helyzet, úgyhogy erre mindenkit fölkészítek, ha egyszer oda szeretne menni, hogy sajnos ezzel szembe kell nézni. Hát igen. Egy kicsit csak a környezetről, ugye most itt hoztam egy pár képet növényekről, de azt szeretném mutatni, hogy ugye itthon a növényárusoknál kapunk ilyen gyönyörű növényeket, de ott össze-vissza nőnek, ha nőhetnek, plusz az a csodálatos, hogy nagyon sok helyen, itt például egy városban volt egy nagyon szép ilyen kis hegyesebb vidéken egy étterem kialakítva, és nagyon figyeltek arra, hogy a kert körülötte gyönyörű szép legyen. És ugye, hát azért, mivel ott vagyunk a trópusokon, azért elég nehéz irányítani a növényeknek a növekedését, úgyhogy ilyen gyönyörű szép kert részleteket lehet látni. Nagyon színesek, nagyon-nagyon sok páfrány van, ugye minél nedvesebb a levegő, annál jobban szeretnek ott élni, és óriásira megnőnek. Tényleg ezek a levelek, én nem tudom hány méteresek tudnak lenni, és nagyon szépek. Meg nagyon csodálatos formák világunkon, ez például ilyen póklilium, azt hiszem, úgyhogy ez is nagyon érdekes. Még mindig Jáván vagyunk, és egy vulkánnál, akit úgy hívnak, hogy Bromo, és ő is egy ilyen nemzeti parki részen van, és ugye mivel vulkanikus nagyon sok része Indonéziának, ezért is előszeretettel nőnek a növények ott, és itt is látszik, hogy itt ugye a vulkán terület itt van, de körülötte ilyen dzsungeles rész van. És itt is azért van működő része ezeknek a vulkánoknak, de elég közel oda lehet menni, mert ugye azért a helyiek elég jól ismerik, de sajnos azért az elmúlt években voltak balesetek, hogy
ugye nem feltétlenül a legjobb műszerekkel, főleg pár éve tudták ezeknek a vulkanikus mozgásait mérni, és nagyon sokszor volt olyan, hogy kitörtek ezek a vulkánok, és ugye mivel olyan nagy a népsűrűség ezekben a városokban, amik a vulkánok körül vannak, ezért sajnos nem mindig tudnak olyan gyorsan kimenekülni onnan. És akkor itt is csak egy pár kép arról, hogyha az ember elmegy erre a Bromo környékére, ugye az egyik könnyebb módja a közlekedésnek hát a lóháton, mert ugye a vulkanikus kőzeteken azért elég nehéz közlekedni amúgy, és nagyon nagy a por, ugye főleg ez a kénes por, ami száll össze-vissza, úgyhogy általában föl kell öltözni rendesen, hogy az ember azért ne kapja, vagy ne lélegezzen be túl sokat ebből, ezért is van ez az úriemberi. Ilyen öltözetben plusz, ugye nincs fa, de ugyanolyan meleg van, úgyhogy a nap azért az nagyon erős. És ez is csak így látszik, hogy mennyi ilyen vulkán van. És akkor megint egy kis életkép az utakról. Ezt azért akartam megmutatni, hogy ez nagyon megmaradt a fejemben, hogy az egyik legelterjedtebb ilyen jeep féle volt Indonéziában, amit úgy hívtak, hogy kijang, és szarvast jelent amúgy, úgyhogy mindenhol ezt lehetett látni. Ugye főleg, hogyha az ember kijebb halad a fővárosból, akkor mindenhol az út mentén, ott igazából, ha az ember nem egy nagyon ilyen dzsungeles környezetben van, nem kell attól félnie, hogy éhen halad, vagy nem tud ő inni, mert mindenhol ott vannak az árusok. Hogyha nem ilyen standoknál, akkor jönnek oda az ember kocsijához és a lámpáknál, például ha megáll, akkor ott mindenféle finom gyümölcsöt árulnak. Egyetlen gond van, amit meg kell említeni, hogy sajnos műanyagban árulják ezeket, műanyag zacskóba, és ez sajnos Dél-Kelet-Ázsiában egy óriási probléma, a műanyag szennyezettség, mert ugye ők sokkal a ázsiai népek sokkal közelebb vannak a természethez, ezért sokkal tovább tudták használni a természeti anyagokat, például levelekbe csomagolni a ételeiket, a snackjeiket, és nagyon gyorsan áttértek a műanyagra, és sajnos ezzel nem párosult egy tudatos felkészítés, hogy ez mivel jár. Azzal, hogy ez a műanyag ez nem fog eltűnni, és sajnos előszeretettel van dobálva mindenfele, és most már ahol sajnos tiszta a környezet, az azért van, mert elégeti, mert nincsen, hát még talán fővárosoknál, vagy vannak olyan segélyszervezetek, akik külön arra próbálnak összpontosítani, hogy kialakítsanak ilyen hulladék égetőket, vagy megoldani ezt a problémát, de sajnos amúgy ugye ők is rájöttek, hogy mekkora ez a probléma, plusz, hogy nagyon a turizmus is nagyon nagy mennyiségű pénzbevétel, ezért valahogyan ezt orvosolni kell ezt a problémát, és a legegyszerűbb az sajnos az, hogy elégetni. Ez vagy úgy, hogy tüzet raknak, vagy a ételkészítéshez is használják a műanyagot. Itt igen, hát a műanyag víz, mert ugye Indonéziában nem folyik tiszta víz a csapból, úgyhogy mindig műanyag vízes palackot kell keresni. Ezért is sajnos azzal jár, hogyha az ember Indonéziába utazik, hogy mivel nagyon meleg van és muszáj nagyon sokat inni, ezért állandóan azzal fog szenvedni az ember, hogy műanyag üvegeivel mit csináljon. Azért ott is egyre jobban próbálnak olyan feltöltő állomásokat létrehozni, de az csak annyit jelent, hogy nagyobb ballonba kapja az ember a vizet és abból tud tölteni, de az is tisztított víz igazából. Nincsen semmilyen nyomelem tartalma. Szerencsés, ha nem nincs benne baktérium például, mert ugye ez is egy probléma, hogy az ember mennyire tiszta vizet tud inni. Igen. Szóval általában a legbiztonságosabb sajnos a műanyag víz. Ja, és igen, ez fontos, hogy nagyon sok ilyen klasszikus étteremben földön ülve eszik az ember, és ilyen alacsony kis éttermi boldigba lehet elfogyasztani az ételeket, ami ugye főleg rizs, tészta, esetleg halételek. Ha
másfajta hús is van benne, akkor elég pici mennyiségben. Ez is szerintem egy érdekesség, hogy nem raknak oda egy egész csirkét az emberhez, hanem ilyen kicsi darabokat. Mert ugye itt falusi csirke van. És még mindig jámán vagyunk, ezt azért akartam berakni, hogy azért lássunk egy kis orángutánt, ugye nyilván ott azért az állatkertekbe tudják őket tartani, de azt is szerintem nagyon fontos megjegyezni, hogy ez nagyon régen készült ez a kép az állatkertben, és elég óriási területet tudnak az állatok részére fenntartani, de hát nyilvánvalóan ez nem ugyanaz, mint hogyha az erdőbe tudnának lakni, de ez a dzsakartai állatkertbe voltak ők. És ugye a paradicsommadarak, ők is Indonézia dzsungeleiben, meg a Balamb dzsungeleiben találtuk, és ugye az egyik nagyon híres állat, a komodói varánusz. A komodói varánusz az egyik fő varánuszféle ott Indonéziában, és ugye arról híres, hogy nagyon mérgező a nyála, ezzel tudja nagyon könnyen elpusztítani bármit, ami közel kerül hozzá, a farka nagyon erős, és azzal szokta lecsapni az áldozatot, úgyhogy nagyon veszélyes állatok. Egy egész szigetük van, komodói sziget, és ott most már lehet oda menni ilyen vezetett túrára, nyilván ezt most már jó sok évvel ezelőtt, vagy éve csinálják, de azért vigyázni kell az embernek erre. És ő is a dzsakartai állatkert lakója volt. Még egy vulkán, és még mindig Jáván vagyunk, ő a Krakatau. Van a pici Krakatau, az Anak Krakatau, és van a nagy, az öreg Krakatau. Ugye ez is az öreg alakult ki először, utána kialakult a kisebb, nagyon mások. A nagy Krakatauira általában nem is szoktak annyira menni az emberek fölfedezni. Ott is az volt, ahogy amikor mentünk, közel hozzá, az lehetett látni, hogy tele volt varánuszokkal a partja, úgyhogy az a jó, hogy egy helyre, ha nem lehet elmenni, akkor az azt jelenti, hogy a vadvilág az boldogságban tudott élni. Viszont el tudtunk menni az Anak Krakatauira, mert mivel kisebb és jól átláthatóbb, ezért lehet oda menni föl egészen közel a kráterhez. Hát igen, ugye tenger veszi körül Indonéziát, úgyhogy egy klasszikus dolog, amit az ember csinál, az, hogy elmegy egy halpiacra, ugye nagyon-nagyon korán kell menni, mert akkor jönnek be a halászok, és minden meg lehet találni a tengerekben. Cápák, ráják, ugye ezeket ki is fogják, és el is fogyasztják, de főleg a turisták eszik szeretettel. De szerintem ezt is azért gondoltam, hogy belerakom, csak hogy mutassam, hogy milyen gazdag az élővilág a tengerben is, ugye azért, mert hogy a szigetvilágnak a kialakulása miatt. Csak ővelőlük is már ide kevesebb van, mert annyira túl halásznak mindent, mert ugye annyian élnek ott, plusz elszállítják másfele. Igen. Itt egy más, Jáva másik részére mentünk, és azt hiszem, most már látjátok, hogy mennyire változó a környezet egy szigeten belül. Hihetetlen, hogy az ember egy vulkántól megy egy nagyon sűrű esőerdőbe, és utána pedig eljut egy olyan hegyes vidékre, ahol rizst termesztenek, és teafa ültetvényekkel van. Az egész domboldalon teafa ültetvényeket lát, ami nagyon csodálatos látvány, kivéve amikor a helyi jóbarát azt meséli, hogy sajnos a teafa ültetvény miatt is, meg a rizsföldek miatt is óriási földcsuszamlások vannak, amik ugye megint az a baj, hogy nagyon nehéz megakadályozni őket, nagyon sok ember elszenvedi ennek a hatásait, és sajnos az egyetlen módja annak, hogy ezt csökkenteni, az az, hogy az erdőket meghagyni, a fákat, hogy megtartsák a domboldalt, a gyökerekkel. Ezek ellen próbálnak lépéseket tenni, de hát sajnos sokkal égetőbb az a kérdés, hogy
ellátni azt a mennyiségű embert, aki Indonéziában él, meg akinek a világon rizsre szüksége van. És ez is csak azért mutatom, hogy ez egy természetes közlekedési módszer. Az ember ki is próbálhatja maga, hogyha megérkezik valahova, és éppen nincs más. És ez is a legegyszerűbb, hogy minél több ember elférjen, minél több cuccal, és ez a legolcsóbb módja, hogy A-ból B-be menjenek, ha például nincs pénzük motorra, akkor nincs más lehetőség. Most itt áthajózunk egy szigetekkel teli részre, úgy hívják őket, hogy Ezer sziget. Hát nem tudom pontosan hány sziget van, de nagyon-nagyon-nagyon sok sziget. És ezt a szigetet vagy Matahari szigetnek hívták, ami a napot jelenti, vagy Putri szigetének. És ezek az állatok ott voltak mindenfele. Ugye a sziget tele volt varánuszokkal, ezt nagyon közel is megérinthetett ez az élmény, mert amikor reggeliztünk, és a tálamra szedtem az ennivalót, azt éreztem, hogy valami kis nedves dolog a lábamon. Ott pirészkált, és kimászott egy varánusz az asztal alól. Úgyhogy ijesztő ott aludni a szigeten, meg vannak óriás pókok, meg mindenféle, de szerintem csodálatos, hogy az ember ilyen közel kerülhet ilyen állatokhoz. És hát ugye a tengeri világ is. Sajnos azt el kell mondanom, hogy már akkor is nagyon látszott ez a korallfehéredés, ami mindenfele egyre nagyobb probléma. De azért voltak ugye bizonyos mennyiségű állatok, aki így is tudott arra fele élni. Hát most nem voltam ott a zátonyok közelébe, de szerintem sajnos nem lett jobb a helyzet. És még mindig azon a szigeten vagyunk, ugye erről szó volt, hogy az egyik fő élőhely a szigeteken, ugye ezek a mocsoras vidékek a sziget körül, amik nem csak nagyon fontos élőhelyek állatoknak, madaraknak, növényeknek, de egyben abban segítenek, hogy ezek a szigetek biztonságban maradjanak az óriási tengermozgások, meg hogyha van földrengés, vulkánkitörés, ezek azok a sávok, amik megvédhetik a szigetet attól, hogy mondjuk elterítse a víz. És ezt lehet is látni, ugye nagyon sok fel a világon, ugye egyre nagyobb probléma az, hogy eltűnnek ezek a mocsarak, vagy a korallzátonyok, amik ugyanúgy megakadályozzák az óriás hullámokat, és ehelyett próbálnak újra létesíteni ilyen mocsarakat és úgymond zátonyokat kiépíteni, mert ez a valószínűleg az egyik legolcsóbb módja, meg a leghatásosabb módja annak, hogy ezek ellen a természeti katasztrófák ellen védekezzenek az emberek. Ugye ezzel a hajóval jöttünk át erre a szigetre, és ez egy, nem tudom, ja, ez nem egy kép. Nem mindegy, csak ezt a két képet akartam. Néztem, hogy ez mi? Nem tudom. Már én is van. És eljutottunk Celebeszre, ami Sulawesi, ő a Toradzsa földje. Toradzsák földje. Jó. Itt is, ugye az első város, amiben általában megérkezik az ember repülővel, egy pár életkép, ugye gyönyörű naplementék, szerintem a tengerpart közelében mindenhol gyönyörűek a naplementék. Hát, ugye a nagyon sokan ilyen, mondják ezt, ez a fémpallós házakban laknak, ami ugye azért, mert olcsó, egy probléma van vele, hogyha esik az eső, akkor olyan, mintha vernék az ember körül a mindent, úgyhogy ezt azért meg kell szokni, főleg ha az ember oda utazik. És igen. Itt egy kicsit beljebb haladtunk a szigeten, a Toradzsa törzsek lakóhelyéhez, ugye még a dajokoknál ugye volt, teljesen más volt az építészeti stílus, a Celebeszen ilyen házak vannak, ugye ezeknek az a lényege, hogy bizonyos részében laknak az emberek, de egy nagyon nagy részében a rizst tárolják, ami nagyon fontos, mert a víz, a páratartalom, az állatok mindenféle miatt nagyon jól el kell zárni a minden elő, és akkor itt ez az úriember, ez pont egy ilyen rizs tárolóból
jött ki, és ezt azért is mutatom, de szerintem gyönyörű szép, hogy egy sima úgymond ház, de gyönyörű szépen díszítik fölőket. És akkor itt is látom, hogy a batik anyag, amit felhasználnak, hogy egy kis tánccal fogadtak minket, meg vagy egy kis zenével. És ez meg a frissföldek, ugye, mindenfele, dzsungelek mindenfele, és barna folyók mindenfele, mert ugye ott azért jól kimossa a földet mindenhol. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy koszos, csak hát az, hogy más, mint itthon, és ez is egy klasszikus dolog, hogy mindenhol ez a vörös föld, a vörös utak, amiket ugye nem feltétlenül terítenek le betonnal, mert a betont is szétmossa az eső, és egy pár esős időszak után nincs út. Jó? Ez itt egy temető, amit elmentünk meglátogatni, és az érdekessége az volt, hogy a domb oldalba tették a sírhelyeket, és ugye minden halottnak volt egy ilyen bábú, ami őt reprezentálta, ami bele volt vájva ott a dombolt alakba. És most megérkeztünk Balira, itt nem fogunk túl sokat időzni, de és inkább nem is a tengerpartot fogom megmutatni, hanem inkább szerintem a szigetet, mert ugye főleg ha az ember mondjuk lát Baliról filmeket, képeket, mindig gyönyörű tengerpart, de tudni kell, hogy a sziget is gyönyörű, és nagyon különböző részei vannak, ugyanúgy, mint az egész szigetvilágnak. És ide is voltunk akkor, amikor Indonéziában éltünk még 98-ban, de arról nem találtam fényképet, úgyhogy most megmutatom a mostani fényképeket. Sok minden nem változott. Ott egy kicsit könnyebb a közlekedés általában, de ott is az a probléma, hogy általában egy helyről a másik helyre egysávos vagy kétsávos utak vannak, és ha az bedugul, akkor az embernek ugyanúgy ott kell ülni a dugóba, ami sajnos, mivel egyre többen költöznek Balira vagy laknak Balin, ugyanúgy egy probléma ott is. De ugye általában tenger, amit lát az ember, ugyanúgy a hegyek, vulkánok és rizsföldek. Meg a dzsungel. És Bali arról híres, hogy nagyon sok ilyen helyi szokások van, és nagyon sok helyi ceremóniájuk van, és emiatt mindenfele lehet látni ilyen kis szentélyeket, vagy ilyen szentélyhez felvezető utakat. Nagyon sok vízesés is található. Erről azért mesélek egy picit. Kitaláltuk, hogy elmegyünk túrázni. Hát az úriember, aki vitt minket, kérdezte, hogy hány órára szeretnénk menni, és mondtuk, hogy egy 2-3 órás túrára gondoltunk. És mondta, hogy jó, akkor elvisz minket egy-két gyönyörű vízesést megmutat. Hát mentünk, gyönyörű volt, mondanom se kell, ilyen nagyon zöld környezet. Mentünk az első vízeséshez, gyönyörű, szép, fényképek, minden. Megyünk a második vízeséshez, gyönyörű, szép, minden. Menjünk a harmadik vízeséshez, gyönyörű minden, és menjünk tovább, és mehetünk tovább. És gyönyörű tájakon megyünk, úgyhogy igazából nem volt problémánk, csak annyi, hogy hát ez nagyon melegbe, csúromvizesen, úgyhogy föl vagyunk készülve 2 órás túrára. Ugye általában ilyen hidakon kell átmenni egyik helyre a másikra. Gyönyörű kakaófákat láttunk, gyönyörű virágokat, nagyon sok bambuszt. Nagyon gyönyörű kis falvakon keresztül minket. És tényleg, amúgy ez is érdekes volt, hogy az ember, amikor Bali fölött repül, azt látja, hogy zöld az egész. Hú, de jó, megőrizték a természeti környezetet. Hát nem igazán, az van, hogy igen, fölül a fák beterítik, de hát az emberek azok mindenhol ott vannak, a falvak, a házikók, a farmok, mert ugye itt kávét termesztenek, az ugye egy olyan növény, ami általában egy, amit mondott a Péter is, hogy nem egy napos helyen nő, hanem ilyen árnyékosabb helyen. A kakaó is szereti az árnyékot, úgyhogy egy olyan növény, amit ilyen erdei környezetben kell nevelni. A szegfűszeg is, szóval
zöld, de igazából ezek is ilyen farmok, úgymond. És mentünk tovább. Gyönyörű rizsföldek, egy ilyen nagyon szép helyre érkeztünk, ugye mentünk át ilyen klasszikus falvak, megint csak a cölöpös házak. És mentünk tovább, ugye itt találkoztunk gyerekekkel, akik iskolából mentek haza éppen. Megint egy rizsföld. Még több rizsföld, és az volt az érdekes, hogy ugye csak itt végül is a szélén lehet közlekedni, mert a helyiek is ott közlekednek. Ugye ezt is nagyon fontos tudni, hogy aki rizst teszik, gondoljon arra, hogy ezek az emberek kint a 35 fokban vannak egész nap, és ezeket a növényeket így szálanként vagy ültetik, vagy szedik ki. Nagyon-nagyon nehéz meló. És ugye a rizs az általában vízben áll, úgyhogy kígyók, halacskák, minden van ott. Azt hiszem, végre megérkeztünk a túránk végére 8 óra múlva. Úgyhogy nagyon sok szép helyet láttam, csak hát eléggé elfáradtunk, az az igazság. De nagyon jó volt, csak hát arra vigyázni kell, igen. Általában vagy nem kommunikál rendesen az ember, vagy nagyon sokat mosolyog mindenki, és akkor azt hiszük, hogy értjük egymás szavait, hát itt is az történt. De hát csak jót akartott, vagy túravezető. Ez a másik, ami Balin van elég sok ilyen természetes fürdőhelyek, amik köré gyönyörű ilyen, hát általában ezek is valamilyen szentély kapcsolódik hozzá, ezek is nagyon sok fele látni ilyen gyönyörű kis szentélyeket, amit rendszeresen látogatnak az emberek. És ilyen felajánlásokat tesznek, általában egy kis kosárka gyümölcs, meg virág. Jó, igen, azért voltunk Balin, ugye elindultunk délről, fölmentünk a közepére, és akkor utána a kis hegyes vidékre, és utána megérkeztünk északra egy híresebb tengerparti helyre, ahol az egyik fő látványosság az volt, hogy el lehetett menni, az ember nagyon-nagyon korán kell, delfineket nézni. És itt csak egy képet mutatok, hogy szerencsére látunk is delfineket, de hát itt is fölkészül az ember, hogy milyen csodálatos lesz, és az volt, hogy csak érkeztek a hajók. Csak érkeztek, és ilyen nem tudom, 40 hajó volt, és akkor azok a delfinek megérkeztek, kb. 5 percet ott voltak, és elhúztak, amit megértek. De igen, ez volt egy kicsit a probléma. És akkor itt is, ezt is azért tettem be, hogy ugye Balin is annyira mindenféle a környezet, meg a talaj, ugye ez egy kicsit ilyen vulkanikusabb és sötétebb tengerpart, de ez a természetes kőzet itt. És itt is az volt, hogy nagyon szép volt a tengerpart, ki is találtuk, hogy oda fölveszik a búvárszemüveget, bementünk úszni, de hát ami a fő probléma, úszkáltuk a gyönyörű halak, meg a műanyag zacskók. Úgyhogy egy kicsit ez is egy mást mutatott. És visszaérkezünk Jávára, 2017-es kirándulásunkra, és csak mutatok egy pár képet olyan helyekről, amiket, ahol még nem voltunk. Ugye ez Jakartában, a fővárosban van az egyik ilyen főbb tér, és ezt azért gondoltam, hogy megmutatom, mert azért itt látszik a holland hatás, a holland építészeti hatás. Ez egy ilyen hadi múzeum volt. Egy kicsit a művészetéről, Indonéziának, ami nagyon sokrétű. Van egy nagyon fontos báb kultúra, és vannak a fabábok, van ez a bőrből készült bábok, és ezek ilyen árnybábok, amiknek az előadásai több órásak, és ez a gamelán zene szokta kísérni, amit hallgattunk a szünetben is. És ugye ezekkel eljátszák a történeteket, ezeken a történeteken keresztül meg is tanítják az embereknek, ilyen tanító meséket is előadnak. És ez is egy ilyen a kultúra része, hogy így oldják meg a problémákat, mint ha mi azért mennénk színházba, hogy megtanuljuk, hogy esetleg hogy lehet egy problémát megoldani,
vagy mi történik éppen az országban. És igen, ez Jakarta, ezt azért raktam be, mert ez most is, meg amikor gyerekként ott éltünk, az egyik kedvenc épületünk volt a formája miatt. És látszik, hogy hát igen, egy ilyen metropolis. Akkor is már nagyon sok magas épület volt, de most még több lett Jakartában, mert ugye valahol laknia kell annak a 8 millió embernek. Van, és ugye látszik egy kicsit ilyen. Sok-sok minden történik, és mindenki megy mindenfele. De azért mondjuk az irányt azt követik szerencsére. Általában. Jakarta az ugye a főváros és egy nagyon fontos kikötőváros is. Ugye nagyon sok hajó érkezett ide, meg hajó ment ki innen, és egy nagyon szép ilyen hajómúzeum van, plusz ezeket a hajókat ma is használják, ugye. Nagyon sokat ilyen fa szállításra ezeknek az óriási fa cölöpöket, amit ilyen nálam kisebb és vékonyabb férfiak fapallón viszik föl a vállukon a hajóra. Ami csodálattal tölt el, hogy tudnak megcsinálni. Úgyhogy ezeket mentünk ki meglátogatni ide a kikötőbe. Itt is volt ugye ilyen holland múzeum is, amit meg lehetett látogatni. Ja, és még a kikötőről annyit fogom mondani, meg Jakartáról, hogy mostanában lehetett olvasni a hírekben, hogy Jakarta a főváros, de Indonézia kitalálta, hogy lesz egy új főváros. Ez egy tendencia mostanában a világban, egy csomó ázsiai országban, nem csak ázsiaiban, hogy kitalálják, hogy a fővárost át kéne költöztetni valami miatt egy új helyre. Hova találták ki, hogy legyen az új főváros? Borneo. Mert ugye Borneo, celebesz, de Borneo, a legutóbbi, amit olvastam, az Borneo-ra költöztették volna. Az a lényeg, hogy esőerdős környezetben, mert egy ökofőváros akarnak fölépíteni. Szerintem többet nem fűzök hozzá, de ugye nagyon sok országban sajnos ez nem sikerült, mert bármennyire át akarják költöztetni az embereket, meg a hivatalokat, hát ott laknak, ott vannak, ott van minden kialakítva, és egyszerűen nem tudják átköltöztetni őket sajnos. Jakartának amúgy azért van nagyon nagy probléma, amivel meg kell birkóznia, mert süllyed a város, ugye amiatt, hogy úgy alakították ki régen a várost, ami lassan nem bírja el azt a mennyiségű embert, aki ott lakik, és a szennyvíztől kezdve minden probléma, ugye egyre jobban bejön a tenger, és kezdi el süllyeszteni a várost, és emiatt nagyon sürgősen ki kell találniuk valamit, hogy ebből ne legyen jóval nagyobb probléma, főleg, hogy közben azzal küzdködnek, hogy nem lehet közlekedni a városban az óriási dugók miatt, emiatt kell egy rendszert építeni, mondjuk azt hiszem most pont egy vonat-vonalat sikerül majd összehozni, vagy egy ilyen földfeletti metróvonat. Föld alatt itt nem lehet, mert ugye olyan a tenger miatt is, szóval sajnos elég nagy problémával állnak szembe. Itt is elmentünk vidékre, megint csak egy kis életkép, és meglátogattunk egy botanikus kertet, és ezt azért akartam mindenképp megmutatni, mert ugye az egyik fő látványossága Indonéziának is az orchidea, gyönyörű szép orchideák vannak, mindenfele nőnek, ugye a tökéletes környezet nekik, kivéve a városi környezet, mert ugye ott a légszennyezettség miatt egyre nehezebb a dolguk, de hogyha az ember ilyen növényeket lát, bármerre, akkor ugye azok mind orchideák, nem feltétlenül virágoznak, de nagyon szeretik a trópusi környezetet. És itt is elmentünk egy ilyen teafa ültetvény vidékre. Gyönyörű hegyek között, hát itt ez a probléma, ez a földcsuszamlás azért. Itt jelen van, ugye látszik is miért, hát nagyon nagy domboldalak, csak teafa ültetvények is, sehol nincsen fa, ami megfogná a domboldalt ezekben a nagy esőzésekben. És itt is elmentünk egy kicsit ilyen dzsungelesebb környezetbe, egy kis hosszabb sétára, és újabb vulkánhoz érkeztünk.
Úgyhogy tényleg tele van az ország vulkánokkal, nagyon egyszerű őket meglátogatni. És ugye itt az egyik fontos dolog az, hogy itt tényleg nagyon, mivel aktívan jött föl ugye a forró víz, ugye nagyon kénes volt a környezet, úgyhogy ha valaki erre érzékeny volt, akkor nem ajánlott, hogy olyan közel menjen. Viszont ha valaki bírja, vagy akár eltakarja a száját, akkor akár bele is lehet lógatni a lábát. Nyilván nem olyan sokáig, mert az már nem olyan egészséges. Mondtam, hogy mennyi idő van, vagy lassan a végéhez érünk. 20-40. Tessék? 20-40. Jó. Akkor mindjárt úgyis a végén vagyunk. Ezek a teafalültetvények. Amúgy az emberek mondjuk ilyen helyeken laknának, akik ott dolgoznak, a teafalültetvényeken általában nők és fiatalabb gyerekek, de itt pont szállások voltak kialakítva turistáknak. Vagy külföldi turistáknak, vagy belföldi turistáknak. Ja, az is fontos, hogy ugye Indonéziában is úgy van, hogyha elmész egy ilyen speciálisabb környékre, ami úgy van kialakítva a turistáknak, akkor a turisták felárat fizetnek a helyiekhez képest. Ami, hogyha az ember nem tud róla, akkor kicsit meglepheti. És igazán, köszönöm a figyelmet. Hogyha bármi kérdés van, nagyon szívesen válaszolok rá. Remélem, hogy vagy felkeltette az érdeklődéseteket az ország iránt, vagy tudtam valami újabb információt adni, és egy kicsit gondolatban elutaztunk oda Indonéziába. Köszönöm szépen! Állatkert. Úgy volt, hogy ott álltunk, és így be volt a csupa szemmel, aztán Igen.